Konyári pincészet mellett az ikonborejtetot 2007-ben hozta létre édesapám. Úgy érezte, hogy még van energiája még egy valamit létrehozni, és ez lett az ikon. A MOL Nagyon Balaton és az Index bemutatja Best of Balaton. Ez a terület a Tihanyi apátsághoz tartozott régen. Ez nem véletlen, hiszen ez a legjobb területek egyike a környéken. Nem ismerek még egy olyan borvidéket az országban, ahol egyrészt könnyű fehérek, tartalmas fehérek, gyönyörű pezsgők, nagyon jó rozék, könnyű vörösek és a legnagyobb vörösek is elkészíthetők. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kincs ez a vidék. Az első Cabernet Franc-unk az evangelista nevet kapta. Az evangelista szó az jó hír hozót jelent, és azt hiszem, hogy meg is hozta a jó hírt a borversenyek tekintetében, és ami még fontosabb, a fogyasztók szeretetében, úgyhogy nekünk ez az egyik legfontosabb borunk. Azt gondolom, hogy mi katalizátorok vagyunk ebben a folyamatban, a természet és a végfogyasztó az ember között. Mi próbáljuk átmenteni a minőséget, vagy próbáljuk átadni azt, amit úgy a természet adott nekünk. A pince mögött van egy 10 hektáros Cabernet Franc, ami gyakorlatilag országos szinten egyedülálló. Ez a majdnem 40 hektáros terület, ez az ikon borászat alapanyagát biztosítja. Dél-délnyugati fekvésű, ebben a környezetben kiválóan érzi magát a szőlő. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt gyakorlatilag szüretbe egy fél óra alatt bekerül a szőlő, és hát ez a minőségnek nagyon kedvez. 2007-ben épült meg a borászat, háromszintes épületben vagyunk. Ide érkezik gyakorlatilag az alapanyag, ezekbe az erjesztő tartályokba daráljuk bele a szőlőt, és az erjesztőből megy a következő fázisra, az a préselés. Egy csúszkával gyakorlatilag belekerül a présbe az egész, és a présből pedig szintén gravitációs segítségével lekerül a pince szintre a bor. Főleg kék szőlőink vannak, és 80%-ban vörösborokat készítünk, mindenféle stílusban, tehát a könnyű nyári vörösektől a legnagyobb csúcs vörösekig, és ezt színesítjük többféle fehérborral, van pezsgőnk is, és rozéval minden évben. Ez egy ikonborászatnak egy klasszikus rozéja, Pinot alappal, és általában a Merlot Cabernet Sauvignon kerül bele, egy nagyon gyümölcsös, illatos, egy finom, jó ivású balatoni rozé. Egészségünkkel! A korlátlan újrafelfedezés támogatója a Telekom. Balatoni kalandok négy keréken a Hyundai támogatásával.